Jó reggelt mindenkinek! Beszéljünk most egy társkereső algoritmusról, nem a Tinderről, hanem egy olyanról, aminek az a célja, hogy stabil párkapcsolatokat hozzon létre. Nem erkölcsi kérdésekről fogok beszélni. A stabil ebben az esetben azt jelenti, hogy ha kialakultak a párok, akkor nincsen két olyan ember, akinek inkább megérné dobni a jelenlegi partnerét, hogy aztán egymással bútorozzanak inkább össze. Az úgynevezett Gale-Shapley algoritmus szerint, hogyha ugyanannyi fiú és lány van, akkor előbb-utóbb mindenki egy stabil párkapcsolatban fog kikötni, tök mindegy, hogy hányan vannak. De azért az egyszerűség kedvéért nézzük inkább egy nagyon szerény szingli parti példáján, hogy működik. Van három csaj és három fickó, akikből valahogy három stabil párt kéne összeboronálni. Amaryllis a szórakoztatóiparban dolgozik, kérte, hogy ne a saját nevén mutassam be. Boróka Senior Brand Experience Manager egy kreatív ügynökségnél, bármit is jelentsen az. Cecília, vagy ahogy inkább hívják, Cecília néni, erkölcstant és énekzenét tanít felsősöknek. Dezső egy kormányzati tanácsadó cég vezető elemzője. Elemér építőipari vállalkozó és áfaszakértő. Fülöp pedig belgyógyászrezidens egy északpesti kórházban, de éjszakánként ő viszi a pszichiátriai osztályt is. A partin mély beszélgetések és némi alkohol elfogyasztása után a hat résztvevő fejben sorba rakja az ellenkező nem tagjait, hogy kivel mennyire bírna elképzelni, akár a nyugdíjas éveit is. Amaryllisnek leginkább Elemér jön be, de megfontolnád Dezsőt is. Fülöpöt a sor végére hagyja. Boróka azt reméli, ha összejön a dolog Dezsővel, akkor megcsíphet egy jó kis közpénzből finanszírozott médiakampányt. Második helyre Elemért, harmadikra Fülöpöt teszi. Cecília néni él-hal a sármos doktorért. Elemér szerint egy kicsit simlis, Dezsőt pedig már tényleg alig bírná elképzelni. Dezsőnek nagyon imponál Amaryllis tehetsége, de azért valljuk be, Borókát is elbírná képzelni gyermekei anyjának. Cecíliát, ahogy mondja, tiszteli, mint embert, de nőként nem igazán bírja maga mellett feltételezni. Elemérnek, ugyanaz a preferencia listája, mint Dezsőnek. Lesz vajon mi van? Fülöp Borókával szemez leginkább, de azért Amaryllis bájai is leveszik a lábáról. Cecília viszont... És elérkezik a lánykérés pillanata. Minden fickó ajánlatot tesz szíve első választottjának, Dezső és Elemér Amaryllisnek, Fülöp pedig Borókának. Cecília, legalábbis egyelőre, csak petrezselymet árul. A két megostromolt szívű nőszemély kiválasztja azt a férfit, aki legelől van az ő saját preferencia listáján, majd határozott igen helyett mond egy talánt. Nem egyszerű, de jöjjön a második kör. Dezső, aki az imént hoppon maradt, továbbáll a listája második helyén álló Borókához, és itt jön Fülöp nagy pofára esése, ugyanis Boróka rangsorában a tanácsadó úr a doki előtt szerepel. Fülöp hát inkább elkullog még egy sörért. És amikor visszajön, persze csak a rend kedvéért, jöhet is a harmadik iterációs kör. Ekkor viszont már csak Cecília közül választhat, és tadám, végül mindenki megtalálta a maga párját, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Vagyis nem, mert hogy a példából is látható, hogy azért nem mindenkinek úgy jön be az élet, mint ahogy azt a parti elején elképzelte. Másrészt az algoritmus nem tud mit kezdeni Dezső és Fülöp titkos románcával sem. És van még egy csomó élethelyzet, amiben nem sok hasznát vesszük. Viszont van egy halom olyan gyakorlati probléma, aminek a megoldása legalábbis részben ebben gyökerezik. Lehet így párosítani szervereket és felhasználókat, sulikat és felvételizőket, donorokat és vesérevárókat, meg úgy általában két különböző, de azonos elemszámú halmaz egyes elemeit. Nem csoda hát, hogy 2012-ben Lloyd Shapley és Ellen Roth közgazdasági Nobel-díjat kaptak érte. Az eredeti algoritmus egyik névadója, David Gale, ezt viszont sajnos már nem érhette meg. Nektek viszont legyen szép napotok! Az eredeti cikket szokás szerint a videó alatt találjátok majd linkelve, úgyhogy olvasgassatok nyugodtan. Ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornámra. Ja, és a tegnapi játék megfejtéseit puskázok. Napszemüveg, olló, nyakbaakasztó táska, óra, ajtó, roller, füzet, tollak, kislámpa, nagylámpa. Ez 11 volt, de csak azért, mert a nagy rohanásban véletlenül 11 dolgot változtattam meg. Sziasztok!